elsőbséget élvez. Magnum Double. A sokkoládé. Bonakva. Tiszta íz és felfrissülés. A Bonakva az ásványi anyagok pontosan összeállított egyensúlya. Letisztítja a gondolatokat, és lendületet ad a mindennapokhoz. Bonakva. A víz tiszta íze. Mostantól gyengéden is felfestít. Hogy miért éppen a Bellát választottuk? Képzeljétek, egy csúnya szobába feküdtem, és nagyon féltem. Mire fölébredtem, csoda történt. Anyukám mesélte, hogy egy jó cindér szépé varázsolta ezeket a csúnya szobákat. Még játékok is voltak. A Bella Humán Alapítvány célja, hogy gyermekbarát kórházi körülményeket alakítson ki. A Bella termékek árbevételének 1%-át ez az alapítvány kapja. Ezért választottuk a Bellát. Segítsen ön is a Bella termékek vásárlásával. Válhat-e kedvence láthatóan egészségesebbé, ha kutya eledellel táplálja? Igen, ha rendszeresen pedigré veleteti. Csak az új pedigré tartalma Sportivilt a tápanyagok megfelelő arányú keverékét. Fehérjéket az izmok karbantartására, szénhidrátokat az energiaszinten tartásához, növényi olajokat az egészséges és szép szőrzetért. Az eredmény szemmel látható. Ezért ajánlom én is ezt. Sportivilt tartalmú pedigré. A szemmel látható egészség. Lefereg róla. Bírja a gyűrődést. És bármikor csatlakozhat vele a világhálóra. Új Siemens M35. WAP funkcióval. Az élet habos oldala. Éles. Mozgékony. Az új Protector 3D Diamond. Wilkinson legélesebb pengéivel. Alapos. És olyan éles, hogy rács mögött kell tartani. A legbiztonságosabb borotválkozás a Wilkinsontól. Új Protector 3D Diamond. B, mint bársonyos bőr. B, mint B-vitamin. B, mint bárhol. Palackos Danon kefiritál. Útra való. Az ön segítségével a Danon támogatja a rászoruló gyermekeket. Virtuális Dolby Surround. Az új Xentiában is. Megatron flat képcsővel. Természetesen a Grundig-tól. Testünk apró alkotó elemekből épül fel. Az egyik legfontosabb a magnézium, amely a B6 vitaminnal együtt hatékonyabban épül be sejtjeinkbe. Ha stressznek vagyunk kitéve, fizikai munkát végzünk, vagy rendszeresen sportolunk, gyakran magnézium hiány lép fel. Ez pedig koncentrációzavart, fáradékonyságot, izomgörcsöt okoz. A megoldás Magne B6 filmtabletta. Már 50 darabos családi kiszerelésben is kapható. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Mi az, ami egyrészt kikapcsol, mintha Hawaii-on lenne? Másrészt most értékes lakberendezési tárgyakat nyerhet vele. Üles! Rendezed a lakását! Még 10 nap van hátra az új Unikum reklámfilm bemutatójáig. Reméljük, van mivel tölteni. Új multivitaminos Delma dupla csomagolásban, ajándék hűtőmágnessel és akár egy Opel Agilával.
Jó estét kívánok! Három halálos áldozata van annak az autóbalesetnek, amely a 37-es főúton történt az este a Taktaharkányi elágazásnál. Egy szerencsről Miskolc felé tartó Warburg teherautót előzött, ám amikor visszatért volna a saját sávjába, kisodródott és egy útmenti fának rohant. A kocsi szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott. Az utasok, két nő és egy férfi meghaltak. A helyszínelő rendőrök egyelőre nem tudták megmondani, hogy mi okozta a tragédiát Borsod megyében. Az emődi polgármester először kameránk előtt ismerte el, hogy valóban készített magnófelvételt a vesztegetéssel gyanúsított Székely Zoltánnal folytatott telefonbeszélgetéséről. Font Sándor, MDF-es képviselő szerint a felvételek segíthetik a nyomozást. Az emődi polgármester immáron kameránk előtt ismerte, hogy az év elején rögzítette a Székely Zoltán képviselővel folytatott telefonbeszélgetését, ám azt ma már nem tudni, hogy ez a kazetta most éppen kinél van. Lehóczki István emőt polgármestere azt mondja, hogy Székely Zoltán őt is megkereste azzal, hogyha az általa megjelölt cég végezheti a csatorna beruházást, akkor a település biztosan megkapja az építéshez szükséges állami támogatást. A nagyközség első embere azt állítja, képviselőkön keresztül időben figyelmeztette a parlamentet a történtekre. Én márciusban is fölhívtam már az illetékesek figyelmét erre az ügyre, az azóta eltelt időszakban is, és a közelmúltban is. Az emődi polgármester kazettáját Font Sándor, a közbeszerzési vizsgálóbizottság tagja is meghallgatta. Szerettem volna megtudni, hogy realitás-e az, amit a kazetta tartalmaz. Sajnos igen, amit a közbeszéd akkor már jelzett, a kazetta tartalma ezt visszaigazolta. Hogy most éppen kinél van ez a kazetta, nem tudni. Ugyanis az emődi polgármester egy külföldi útja előtt a Ferihegyi reptéren átadta egy futárnak, aki állítólag Áder Jánosnak továbbította a szallagot. A parlament elnöke viszont nem nyilatkozott az ügyről. 43%-kal nő a gázára november 1-től a nagyfogyasztók számára. A gazdasági miniszter szerint a drágulás mintegy 500 vállalatot érint. Matolcsi György a kormányülés után elmondta azt is, hogy a távhőszolgáltatókat nem érinti az áremelés, no, néhány esetben ők is a nagyfogyasztók közé tartoznak. Egy palesztin férfi meghalt, négy gyerek pedig megsebesült az izraeli katonák és a palesztinok közötti összecsapásokban. Jordánia határán 100-an sebesültek meg a palesztin párti tüntetők és a rendőrség összetűzésében. Később a gázai övezet és Izrael közötti határátkelőnél robbantak ki zavargások, ahol az izraeli katonák lelőttek egy 16 éves palesztin fiút. Az Egyesült Államok volt budapesti nagykövete Donald Blinken szerint Magyarország a demokratikus értékek mellett tett hitet, amikor a bíróság az örökösöknek ítélte a Herzog gyűjtemény 10 nagyértékű festményét. A képeket még a nácik rabolták el a családtól 1944-ben. Az első fokon vesztes magyar állam még nem közölte, hogy fellebbezze a pénteki ítélet ellen. Közben Pestre érkezett Herzog báró Amerikában élő unokája, Márta Nierenberg. Márta Nierenberg évek óta nem járt Magyarországon. Amióta 1944-ben elmenekült a nácik elől, most negyedszer látja szülővárosát. Arra a hírre sietett haza, hogy a bíróság első fokon visszaadott neki 10 a családjától elvett festményt. Ez biztos nagyon boldog hazatérés, mert végre megtörtént az, ami igazságos. Az örökös egyelőre nem döntött el, hogy mit tesz a képekkel, ha az ítélet jogerőre emelkedik. Egyelőre szeretném elolvasni ezt az egész ítéletet, és megtanulmányozni, és aztán idővel majd elhatározom, hogy mi lesz vele, de biztos csak azt csinálom, ami legális, és ami a Magyarországnak is jó. A festmények, köztük egy-egy El Greco és Cranach, illetve két munkácsi kép, egyelőre két budapesti múzeumban vannak. Védett képek, a tulajdonos tehát nem csinálhat velük azt, amit akar. Ha például eladná valamelyiket, a magyar államnak elővételi joga van. Kirabolták a templomot a Fejér megyei Válon. A 6 legértékesebb kegytárgyat vitték el, a kárt 3,5 millió forintra becsülik. Hétfőre virradó éjszaka felfeszítették a templom egyik ablakának rácsát és betörték az ablakot. Minden szekrényt felforgattak, feltörtek. Az általuk értéktelennek ítélt serlegeket, áldozó tálcákat otthagyták a betörők. De mintha szakértők lettek volna, a legértékesebb régi kegytárgyakat vitték el, kelyheket, keresztet, valamint a persejekből a pénzt. 6 különböző kegytárgyat vittek el, megközelítőleg 3,5 millió forint értékben.
A rendőrök találtak új lenyomatokat és cipőtalpnyomot. A kegytárgyakról csak rajzok készültek, mert fotó nincsen. Egyelőre ezek alapján adták ki a körözést. Játékpisztollyal kényszerítette az alkalmazottakat a pénz átadására az a férfi, aki több mint 1 millió forintot vitt el egy nyíregyházi takarékszövetkezetből. Zsákmányával csak a szomszéd utcáig jutott, mert a szomszédos bútorból két alkalmazottja elkapta. Délelőtt egy férfi lépett a takarékszövetkezetbe. Beállt a sorba, kivárta, amíg ő következik, majd fedetlen fejjel, kesztyűs kezében egy pisztollyal csak annyit mondott: bankrablás, ide a pénzt. Mielőtt távozott a helyszínről a gyanúsított, letette egy dobozt az ajtóba, erről nem mondott semmit. Valószínűleg azt a látszatot akarta kelteni, hogy egy bomba van benne, de később, miután elfogták, elmondta, hogy egy kő van benne. A férfi csak rövid ideig örülhetett a zsákmányolt 1 millió 200 ezer forintnak. Elkövetett ugyanis egy hibát. Hagyta, hogy a sorban mögötte álló nő kimenjen az épületből és hívja a rendőrséget a szomszédos bútorboltból. A két bolti alkalmazott azonnal a bankból kilépő rabló után indult. Utána szaladtunk, ott elesett, mi rávetettük magunkat, kicsaltuk a kezéből a fegyvert, a pénzt elvettük tőle, megvártuk, mikor a rendőrség, és átadtuk neki. A kiérkező rendőrjárőrök őrizetbe vették a 35 éves érpataki férfit, akiről kiderült, hogy játékpisztollyal akarta kirabolni a nyíregyházi takarékszövetkezetet. Kommandósok fogták el azt a fiatalembert, akit egy 10 éves kislány megerőszakolásával gyanúsítanak. A DNS vizsgálat a 20 éves büntetett előéletű férfi bűnösségét támasztja alá. Ezeken a felvételeken azt láthatják, ahogyan az országos rendőrfőkapitányság bevetési egysége elfogja a több mint egy éve keresett fajtalankodót. Rendőrség, a 20 éves férfit különösen veszélyesnek tartották. Akkor is fegyver volt nála, amikor a 10 éves kislányt megerőszakolta, mondta a bevetési egység parancsnoka. Nem lehetett hibázni. Meglehetősen veszélyes volt a fiatalember a kora ellenére, mert úgy tudom, hogy 20-21 év körüli fiatalemberről van szó, de fegyverre rendelkezett, ezért volt szükség a speciális rendőralakulatnak a bevonására. A 20 éves férfi a 18. kerületi Tövishát utcánál lévő erdőben erőszakolta meg a 10 éves általános iskolás kislányt még tavaly szeptemberben. Mint kiderült, nem ez volt az első esete. Hasonló bűncselekmények miatt volt már büntetőeljárás alatt, illetve ilyen bűncselekmény miatt büntetve is volt. Az, hogy más hasonló bűncselekményt elkövetette ezen a cselekményen kívül, azt még nem tudjuk. Értelemszerűen a nyomozás ez irányba is folyik. A fiatalembert előzetes letartóztatásba helyezték, miután a DNS vizsgálat ma megerősítette, hogy ő erőszakolta meg a 10 éves kislányt. Hat házat körbevett a víz Budapesten Csepelen hajnalban, miután eltörött egy 200 mm-es vízvezeték. Egy melléképület összedőlt, egy kis teherautó alatt beszakadt az úttest, de senki sem sérült meg. Mától gyógyítanak Gyulán azzal a készülékkel, amely a rákos daganatokat magas hő segítségével elpusztítja. Az orvosok azt mondják, hogy a betegek gyógyulási esélyei 15-20%-kal javulnak. A készüléket a békésiek adományaiból vásárolta a kórház, a megyeiek ingyen használhatják. Hírösszefoglaló legközelebb holnap reggel lesz. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Van egy új gyógyszer, amely eljut a fájdalom helyéig. És hátfájás, menstruációs fájdalom, vagy fejfájás esetén is otthat, ahol kell. Nurofen. Végezzen a fájdalommal, és az élet mehet tovább a megszokott ütemben. Nurofen. Otthat, ahol fáj. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Az Édenkert íze. Még 10 nap van hátra az új Unikum reklámfilm bemutatójáig. Reméljük, van mivel tölteni. Egy nap eljön az a világ, amikor víz nélkül moshatunk. A Fagor új mosógépei kevesebb vizet, elektromos áramot és mosószert fogyasztanak. Ezért az A kategóriát, a legenergiatakarékosabb minősítést érdemelték ki. Fagor. Többet nyújt önnek.
utolérte a megfázás, Aspirin plus szépesgő tabletta. Gyorsan és hatékonyan enyhíti a megfázás kezdeti tüneteit, így elkerülhető a komolyabb tünetek kialakulása. C-vitamin tartalma fedezi az ilyenkor megnövekedő vitaminigényt. Már 20-as kiszerelésben is kapható. Aspirin plusz szépesgő tabletta a Bayer-től. Első segély a megfázásban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Vannak babák, akik mindenre érzékenyen reagálnak. Paradicsompüré, napsütés, az első fogak. Nekik született az új Pampers Sensitive. Puha és légáteresztő. A hipoallergén popsikrém pedig óvja a kicsi bőrét, még a combgumírozásnál is. Így egészségesebben és szárazabban tartja az érzékeny bababőrt. Új Pampers Sensitive. Érzékeny bőrre született. Este is várja önöket Vágó István és a Legyen Ön is milliómos. Mai játékunkban Zab Sándor 100 000 forintot nyert, Bontó József eddig 500 000 forinttal tart, holnap este 18 óra 55 perctől tovább gyarapíthatja nyereményét. Legyen Ön is milliómos! Hosszú időn keresztül egészen jó idő lesz. Jó estét kívánok! Most például egy front felhőzete van fölöttünk, elsősorban az északi területeket borítja, és megúvja a tájat az erősebb lehűléstől, reggel nem igen lesz fagy. Köd is elvétve fordul elő elsősorban a nyugati megyékben, meg itt fönt északkeleten a hegyvidék völgyeiben van erre viszonylag nagyobb esély. De nem lesz tartós. Majd a délelőtt folyamán felszáll, és egy nem túlzottan vastag felhőréteget, szakadásos felhőréteget hoz létre, amin és amely szakadásokon átsüt a nap, átsejlik a nap, és elég szépen emelkedik a hőmérséklet délutánra, a felhők ellenére olyan 17-18 fokig, és az egész felhőrendszer ugye északnyugatról jött, és körülbelül ezt a térséget érinti, napközben már vonul ki Ukrajna irányába, és ebben a térségben lesz valamivel alacsonyabb a hőmérséklet, hiszen itt azért kevesebb napsütést tud átszüremkedni rajta. Első nem lesz, és nagy szél sem lesz. A következő napok időjárása is jó időt hoz. Csütörtök péntek még melegedés, 15 és 20 fok közé emelkedik a hőmérséklet, csütörtökön például, még pénteken is, de pénteken érkezik egy újabb front, északról széllel és hidegebb levegővel, de szárazabb levegővel, és ennek az az eredménye, hogy szombaton a hétvégén végig, szombaton is és vasárnap is alapvetően nagyon szép napos idő várható, délutánonként nem lesz annyira magas a hőmérséklet, jellemzően inkább csak olyan 15, majd 14 fok körül, de az éjszakai lehűlés az sajnos erősödik, várhatóan a nagyvárosokban így, a kisebb térségekben pedig olyan, tehát megint fagypont közelében süllyed a hőmérséklet. Erős álmokat! Az ifjakat, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. Mutasd nékik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Te magad légy példaképük. Pál levele Tituszhoz, második rész. Édenkert íze. Hogy bőre megkapja mindazt, amire szüksége lehet,
az Oilofolaz olyan arcápolót fejlesztett ki, mely a hidratáló összetevőket továbbfejlesztett UV védelemmel, vitaminokkal és ásványi anyagokkal egyetlen krémben egyesíti. Oilofolaz Complete. És hogy az arcápolás igazán teljes legyen, most itt az új Complete arclemosó, mely könnyen eltávolítja a sminket, alaposan tisztít és pótolja a bőrvíz hiányát. Oilofolaz. Bebizonyítjuk, hogy a fiatalság megőrizhető. Vilmos játszik az érzékekkel. Ez valami más. Más, mert tartósan megszünteti a korpásodást. Ez a Nizoral. Kellemes illatú, jól habzó, kivételesen hatékony gyógycsampon. Hatékonyságának titka, hogy a korpásodás valódi okát, a gombát szünteti meg. Így elég csak hetente kétszer használni. Nizoral. Nem éli túl a korpa. Kapható a patikákban. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Csillapítani szeretné torokfájását? Készüljön fel egy forradalmi megoldásra! Új Airwave méz és citromízű rágógumi. Amint ráharap, azonnal felszabadul hihetetlenül hatékony íze, amely valóban segít a torokfájáson, és kitisztítja a légutakat. Az eredeti Airwave mentol és eukaliptusz az eldugult orrnak, és az új Airwave méz és citrom a fájó toroknak. Harapjon rá, és fellélegethet! Az élettel együtt jár a növekedés. A növekedéshez pedig tér kell. A Fundamenta lakás előtakarékossággal és a hozzá kapcsolódó állami támogatással ön is bővítheti egy vagy több szobával már meglévő otthonát, vagy igényeinek megfelelően régi lakását is korszerűsítheti. Sőt, akár kívül-belül teljesen felújíthatja családi házát. Minőségi ugrás az ideális otthon megteremtésében. Fundamenta. Alap, amelyre építhet. Még 10 nap van hátra az új Unikum reklámfilm bemutatójáig. Reméljük, van mivel tölteni. Ha nyilal, ha kapar, ha lüktet, ha hasogat. Rumofen, a fájdalom csillapító. Szirup gyermekeknek már 3 hónapos kortól. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.